percek sorozatunk utolsó részéhez érkeztünk, mert csak egyetlen egy kültéri fitness eszközt nem mutattunk be nektek, mert gyűjtöttük rá az erőt, több-kevesebb sikerrel, így elképzelhető, hogy ma is fogok kérni egy kis segítséget. Tartsatok velünk! Utolsó eszközünk a húzózkodó keret, és hát nem véletlenül hagytuk ezt a végére, mert kell ide az erő és az energia. Zsolt, kérlek szépen, mondd el, hogy kell használni. Hát nagyon sok lehetőség van ebben az eszközben. Két alapvető dolgot lehet vele csinálni. Egyrészt a húzózkodásnál, ami a vállövés a karizmainak a fejlesztésére szolgál. A másik pedig, amin a rajzon is látszik, egy nyújtó gyakorlatot, különböző nyújtó gyakorlatokat lehet csinálni, amit leginkább a lábizmok erősítése futás után lehet elvégezni. Kezdjük talán ezzel az egyszerűbb, könnyebb feladattal. Szemből fölállunk, fölteszed a lábad csípő magasságában erre a korlátra, nyújtva kell tartani a térdet, a lenti lábat, ezt is, és ebben az esetben a comb hallító izmok azok, amik nyújtására van lehetőség, és próbálsz mind a két kézzel adott esetben előre hajolni, így ez ott. Ahogy érzed, nyúlik itt is, valamint a hátul lévő láb is egy egészen picit. Fölegyenesed, elfordulsz oldalirányba, azaz, megfordult a lábfejnek a helyzete is, ebben a helyzetben a comb közelítő izmok, mind a két comb közelítő izmok, függen attól, hogy milyen távol teszed a támaszkodó lábad, annál nagyobb nyújtó hatást lehet elérni. Itt lehet előre felé hajolni közben, meg egy picikét az állvány felé is. Azaz. Valamint itt is tudsz egy picikét az állvány felé, és akkor jobban a fölül lévő lábadnak az izmai nyúlna. Több variációt lehet magában úgynevezett húzózkodás, ami azt jelenti, hogy a saját testtömegnek a fő húzásával kell a vállővízmokat, a karizmokat fejleszteni. Ez az állvány arra is szolgál, hogy akik nem elég erősek még ahhoz, hogy a saját testtömegüket fölhúzzák, akkor a lábnak a különböző magasságokra történő felhelyezésével tudják segíteni azt, hogy maga az izom működés az megtörténjen, a fejlesztő hatása meglegyen, jó? Tehát alapvetően két fajtáját különböztetjük meg a húzózkodásnak, amikor a fogás az úgy történik, hogy a tenyér abban az irányban néz, mint az arc, illetve a másik, amikor a tenyér velünk szemben dolgozik, ezt fogjuk majd megmutatni. Amikor a tenyér felénk néz, az alapvetően a kar hajlító izmoknak az erősítésével jár, amikor pedig előrefelé néz a tenyér, ugyanúgy amerre mi, az pedig inkább a széles hátizmok és a vállőnek a hátulsó része az, ami dolgozott ilyenkor. Indulásképp a vállszéles fogás az, ami egy jó dolog, így van, függen attól, hogy melyik magasságot választod, a lábad, tudod segíteni magad. És itt minél inkább a karra hagyatkozva próbálod fölhúzni magad, minél magasabbra, úgy azaz. Lépj legyen följebb, és most próbáld fölhúzni magad egészen addig, ameddig csak tudod, az állat kerüljön a vas felé, oda, azaz. Azaz. Itt már egy más izomcsoport jobban bekapcsolódik, azaz. Tehát itt a két végrehajtás között azt lehetett érezni, hogy amikor már nem csak homlokig húzod magad, hanem egész az állig, akkor a vállövi izom, itt a delta izomnak az előső része azért jobban dolgozik, mert azzal fogod tudni odahúzni magad. Előre felé fog nézni a kéz, és itt a két szélső állványra kell majd kapaszkodni, akkor néz a csúszó abban az irányba, ahová kell. Ugyanúgy felrakhatod a lábad, állványon néz fel. Figyelni kell, hogy a hüvelykujjat fordítsuk rá, hogy ne essünk le, és ebben az esetben, hogy húzod magad minél magasabbra, ugyanúgy akár a homlokig vagy az állig, itt látható, hogy a széles hátizom, ami ide csatlakozik a felkarra, ez az izomban dolgozik, valamint itt a vállövi izmoknak a hátulsó része. Viszont szerintem nézzük most meg, hogy csinálja az, akinek nem kell segítség. Úgyhogy én most kérem a segítséget. Na, hát akkor nézzük meg, hogyan is lehet ezt megpróbálni. Nézzük először a magad felé fordított tenyérrel. Akkor nézzük meg a másik végrehajtási formáját. Madárfogás a szélsőt, és akkor onnan kell megpróbálni fölhúzni a magasságát. Köszönöm!
Köszönjük, hogy velünk tartottatok! Reméljük, hogy tudtunk egy kis segítséget nyújtani a kültéri fitness eszközök használatához. Ha esetleg lemaradtatok volna egy-egy eszközről, akkor nézzétek vissza a korábbi videóinkat. Ha tetszettek a videók, akkor lájkoljátok is, és iratkozzatok fel a School 13 Divízió YouTube csatornájára. Bízunk benne, hogy a jó idő közelettével egyre többen választjátok a szabadtéri mozgást és sportolást. Vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok!